Az idei, immáron 5. kaposvári házasság hete programsorozatra ezúttal is szeretettel várják a szervezők, a házaspárokat és a még nem házasságban élőket is egyaránt. Az egész hét az arról szól, hogy töltsenek együtt időt a párok, ami hát a kapcsolatuk megerősítését szolgálja, illetve egy olyan üzenetet szeretnénk átadni, hogy jól élni lehet, jó házasságban is lehet jól élni, erre persze érdemes időt fordítani, meg egymásra szánt alkalmakat, és hát természetesen nem csak erről a hétről szól, tehát mi azért azt is szeretnénk hangsúlyozni, hogy egész évben legalább mondjuk hetente egyszer a párok legyenek együtt. A programok között közös sportolás, gyertyafényes vacsora, színház és mozilátogatás mellett többek között Lackfi János, József Attila díjas költő és felesége előadását is megtekinthetik az érdeklődők. Elég széles körű a programok kínálata, tehát vannak közte lelki programok, meg testi feltöltődést szolgáló lehetőségek. Hát gyakorlatilag ugye van egy komolyabb előadásunk, a Lackfi János és a felesége fog előadni. Vannak olyan lehetőségek, ahol egy ilyen vacsorával egybekötött kis előadás utána meg az együtt töltött idő, illetve mozi, színház, fürdőzés, korcsolyázás esetleg, tehát itt azért tényleg mindenki megtalálhatja az érdeklődésének megfelelő programokat. A február 9 és 16-a között zajló házasság hete programsorozatot a történelmi egyházak is támogatják, melynek zárónapján Kaposváron összesen 10 szentmisén, illetve istentiszteleten kerül sor a házaspárok megáldására.